A Mi Hazánk mozgalom egészen kivételesen felháborítónak tartja a Jobbik házatájékán tegnap kirobbant szexuális botrányt, amelynek méltán adhatjuk azt a nevet vagy címet, hogy szexuális terror Szatmárban. És az engem különösen felháborít, hogy a választókerületemben történt cselekményről van szó, és mindez a cselekmény olyan személyhez köthető a jelenlegi adatok szerint, akinek a politikussá válásában engem személyes felelősség terhel. És bár úgy néz ki, hogy Jakab Péter és levitézlet csapata nem vállalja a felelősséget, az elkövetett galát tettekért sem, én kötelességemnek érzem azt, hogy mindent megtegyek annak érdekében, hogy annak az embernek a politikai álmokfutását megakadályozom, ennek véget vessek, aki döntően nekem köszönheti azt, hogy ő politikussá válhatott, és igen, engem, még ha távoli és többszörösen közvetett módon is, de furdal a lelkiismeret azért, hogy lehetőséget biztosítottam ennek az embernek. Ugyanakkor azzal szeretném kezdeni, hogy a Mi Hazánk mozgalom együtt érez a cselekmény sértettjével, és a jobbikosokkal, illetőleg a szélső baloldallal ellentétben mi megvédjük a gyengébbik nemet. Ennek keretében szeretném a párt segítségét felajánlani a hölgynek, rögtön két területen is. Amennyiben a cselekmény sértettje élni kíván a lehetőséggel, úgy számíthat a Mi Hazánk mozgalom részéről jogi segítségnyújtásra. Másrészt pedig, amennyiben úgy látja jónak és biztonságosnak, akkor közösségünk, egyre gyarapodó közösségünk gondoskodik az ő fizikai védelméről is, annak érdekében, hogy befolyástól, kényszertől, esetleg további erőszaktól mentesen tudja megtenni majd vallomásait a büntető eljárás során. Hogy nagy klasszikust idézzek, hogy ez a hölgy majd bátran ki tudja bontani a valóság minden apró részletét. A nemi erőszak büntette kísérlete kapcsán a jelenlegi társadalmi kapcsolataimhoz kapcsolódó információk abba az irányba mutatnak, hogy minden valószínűség szerint Kocsord egykori polgármestere, Jakab Péter megbízható fegyverhordozója, jelenlegi elnöki kampányának legfőbb segítője állhat a egyik elkövetői oldalon. És az ügy koronatanúja lehet az a Gyüre Csaba, aki a cselekmény elkövetésének időpontjában országgyűlési képviselői mandátummal rendelkezett. Nagy érdeklődéssel várom, hogy Gyüre Csabában a pénz, a mandátum iránti sóvárgás, vagy a becsület és az igazságérzet kerekedik felül. Különösen érdekes lehet ez egy olyan politikai szereplőnél, aki ráadásul egy fiú és egy lánygyermek édesapja is. Hogyha Gyüre Csabában van bátorság, akkor a tiszta lelkiismerete és a maradék becsülete megőrzése érdekében elmondja majd, hogy mit látott, mit hallott, mit tapasztalt ezen a gyalázatos éjszakán, amely egyébként a 2021. december 11-i 12-i hétvégéhez kapcsolódik. Az, hogy Földi István pontosan mit mondott, mit cselekedett, hogy viselkedett a cselekmény sértettjével, ez minden bizonnyal igen rövid időn belül ki fogja deríteni a nyomozóhatóság. Erről az elmúlt 24-36 órában elég sokat hallhattunk, olvashattunk. Ugyanakkor itt szeretném kiemelni a Jobbik jelenlegi elnökének politikai, erkölcsi és jogi felelősségét, illetve felelőtlenségét, vagy a felelősség hiányát. Hiszen ő szokásához híven sunyi módon meg akar lapulni, ki akar menekülni, el akar osonni a surranó pályán a szatmári szexuális terrorral kapcsolatos ügyből, ki akar menekülni. Úgy gondolja, hogy az alkohol erős hatása majd megvédi őt ettől, hiszen a cselekmény elkövetésének időpontjában ugye ő gyakorlatilag totálkáros, sebezhetetlen részegen hevert valahol ott a disztótor környékén. Azonban ez őt nem mentesíti a felelősség alól. Szeretném azt felidézni a sajtó nyilvánosság előtt, hogy legkésőbb 2021. december 13-án reggel már kiposztolták azt most már országos hírnévre szertett videót, amit a mai napig láthatunk az interneten. Kitette Jakab Péter a saját közösségi felületére, és onnan le sem vette, ez hetekig, hónapokig ott volt ezen a felületen, holott
legkésőbb december 13-án hétfő reggel neki már, ha más nem, a munkatársaitól tudnia kellett, hogy mi történt ezen a disznótoros hétvégén. Milyen pártelnök az? Milyen képviselő? Milyen politikus? Még a szélső baloldal mércéjében mérve is milyen hitvány figura, aki tud a munkatársa elbeszéléséből erről a cselekményről, és az ehhez az estéhez, a majdnem tragédiába torkolló estéhez kapcsolódó videót mégis büszkén mutogatja országvilág nyilvánossága előtt. Én szeretném azt jogvégzett emberként leszögezni, és a hatóságok figyelmébe ajánlani, hogy Jakab Péter a hivatalos személy által elkövetett bűnpártolás előszobájában van, sőt, véleményem szerint nagyon valószínű ez a cselekmény megvalósult, ugyanis Jakab Péter tudomást szerzett erről a cselekményről, ezt most már ő maga sem tagadja, és azzal a magatartásával, hogy a sértettet, illetőleg a sértett élettársát, aki egyébként egyben pártársa, frakciótársa, és hogy tovább megyek, alelnöke volt ebben az időszakban, arra bírta rá, arról próbálta meggyőzni, hogy ne csináljanak ebből ügyet, sem etikai, sem büntetőjárási szinten, hogy ne induljon el a büntetőjárás, ezzel megvalósította a büntető törvénykönyvnek azt a fordulatát, hogy a büntető eljárás sikerét meghiúsítani törekedett, ez pedig az iskola példája, tankönyvi alapesete a hivatalos személy által elkövetett bűnpártolásnak. Véleményem szerint tehát Jakab Péternek majd nagyon komoly jogi segítség lesz szükség. A testőrei segítettek neki, hogy az alkohollal vívott egyre reményebb küzdelmében legalább egy kisebb győzelmet arasson. Komoly ügyvédi segítség lesz szükség a tekintetben, hogy tisztázza, hogy elkövette ezt a bűncselekményt, a hivatalos személy által elkövetett bűnpártolás büntetét, avagy sem. Szeretném jelezni, hogy ez az 5 évig terjedő kategória. A töretlen bírói gyakorlat szerint bőven elég ahhoz, hogy Jakab Péter istenlen pályafutásának egyszer és mindenkorra véget vessenek. Ugyanis az az országgyűlési képviselő, akit büntet miatt elítélnek, akár csak pénzbüntetése is, elveszíti mandátumát. Tehát nem szükséges végrehajtandó szabadságvesztést kapnia, még csak felfüggesztett szabadságvesztés sem. Elegendő egy közérdekű munka. Egyébként történetünk Péterére ráférne egy valódi értékteremtő munkavégzés, ezt csak zárójelben jegyzem meg. Egy viszonylag enyhébb büntetőjogi szankcióval is véget lehet vetni egy országgyűlési képviselő mandátumának. Tehát ebben a történetben Jakab Péternek nem csak politikai és erkölcsi, úgy néz ki, hogy büntetőjogi felelőssége is felmerül. Ugyanakkor a szálak ettől jóval messzebbre nyúlnak, és szeretném felidézni Varga Damandra néhány nappal ezelőtti bejegyzését, hogy mindenki lássa az összefüggéseket itt a szatmári szexuális terror kapcsán, hogy miért fogja, miért védi Jakab Péter annyira Földi Istvánt. Közel emlékeim vannak erről, hiszen nekem a Földi család közeli munkatársam volt sokáig. Felelősségem tudatában kéne jelenteni, hogy Földi Istvánt tőlem jobban nagyon kevesen ismerik. Sportot üztek már annak idején is abból, hogy alig működő alapszervezetek sokaságát hozták létre, és Varga Damandra véleménye szerint körülbelül 90 kamu alapszervezet létrehozásával bízta meg őt Jakab Péter, annak érdekében, hogy egy balul elsült választás esetén, ez ugye megtörtént, megvalósult, biztosítsa majd a mostani, egyébként holnap sorra kerülő tisztújításon az ő elnöki hatalmát, az ő újraválasztását. És a Jobbikban van két alvó tartalékmandátum, mégpedig Szabó Hajnalka és Vég Noémi mandátumairól beszélek. Ez a két tartalékmandátum hivatott halottaiban feltámasztani azokat a politikai élőholtakat, akik most a Jobbik házatájékán napról napra nagyobb számban fordulnak elő. Ez a két tartalékmandátum erős ütőkártya Jakab Péter kezében, és amennyiben őt holnap ismét elnökké választják, úgy ennek a két tartalékmandátumnak a sorsáról dönteni kell. Ide a rozsdásbökőt ismerve a Földi család komoly lobby erejét, hogy az egyiket Istvánkának ígérték. Csak valószínűleg Szilágyi György megelégelhette a történteket, azért gondoljunk abba bele férfi emberként, hogy majdnem megerőszakolják az élettársát, és aztán az a személy, aki minden valószínűség szerint a cselekménnyel összefüggésbe hozható elkövetőként, esetleg majd beül egy tartalékmandátum birtokosaként a Magyarországgyűlésbe. Ezt már egészen biztosan sikerült megakadályozni, mint hogy az előbb is mondtam, én is érzek személyes, komoly személyes felelősséget
Földi István kapcsán, ezért minden tőlem telhetőt meg kell annak tenni annak érdekében, hogy a magyar közélet megtisztulása irányába tegyünk egy fontos lépést. És azt is látni kell, hogy amikor nőkkel vagy beosztottakkal szemben kell fellépni, akkor úgy néz ki, hogy a jobbikosok nagyon bátrak. Amikor valódi ellenfelekkel kell szembenézni, vagy válaszolni kell kellemetlen kérdésekre, akkor megfutamodnak. Amikor egy pártot kellene működtetni, akkor alkalmatlannak bizonyulnak, amikor kamu alapszervezeteket kell létrehozni, akkor pedig hiperaktívvá válnak. Hát ebből is látszik, hogy a szamurájok és a kamurájok között hatalmas különbség van, és ha valamikor szebb napokat látott hajdani nemzeti párt, mára már politikai hajléktalanok nappali melegedőjévé züllött, és gyakorlatilag fénysebességgel haladnak a teljes és végső megsemmisülés felé. Szeretném azt is mondani, még egy pillanatra visszakanyarodva a konkrét ügyhöz, hogy egyben segítve a hatóságok munkáját és egyébként a szereplők igazmondását, a büntetőeljárás sikerének növelése érdekében mondom azt, hogy nem érdemes hazudni a szereplőknek, hiszen azért az ügyben eljáró rendőröket nem ejtették a fejükre, és minden egyes hazugság, hamis tanúzás vagy hamis vád ki fog derülni, hiszen könnyen előkerülhetnek még olyan típusú bizonyítékok is, amelyre az elkövetők, esetleg a társtettesek, a fizikai vagy a pszichikai bűnsegédek legmerészebb rémálmukban sem gondolhatnak. Úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogy ne tartsa magában az igazságot, csak az igazat, a szintiszta igazat mondja el mindenki, és akkor abból különösebb baj nem lehet. Itt tart ma ez a közösség, amely gyakorlatilag most már atomjaira hullott, és egy erkölcsileg teljesen megsemmisült, alkalmatlan, érdemtelen, az emberek képviseletére teljesen méltatlanná vált vezetése van. Az ügynek a másik tanulsága egyébként, hogy ez nem csak a Jobbik ügye, ez nem csak Jakab Péter vagy Földi István ügye, nem csak a jobbikos tisztújításhoz kapcsolódik, és ezt két vonallal húznám alá, ez az egész szélső baloldal ügye, kérem szépen. A Mi Hazánk mozgalom rendkívül furcsának tartja, hogy most az ügyben nem születnek cikksorozatok a szélső baloldali portálokon. Nagyon furcsának tartjuk, hogy a szélső baloldal pártelnökei nem szólalnak meg. Feri bácsi is mély hallgatásba burkolózott. Nem halljuk Szabó Tímea és Szél Bernadett visítását, ajvékolását. Nem halljuk a nők jogaiért való aggódást. Nem halljuk a különböző nemzetközi egyezményekre való hivatkozást, most mindannyian elnémultak. Azonban mi elvégezzük azt a munkát is, amit ők ilyenkor igyekeznek elkerülni, és az ügy arra is rávilágít, hogy nem csak a Jobbik, hanem az egész szélső baloldal alkalmatlan nem csak Szatmárban, nem csak a Máté-Szalkai választókerületben, hanem az ország mind a 106 választókerületében a magyar emberek képviseletére. Éppen ezért mondhatjuk azt joggal, hogy ez az ügy is rávilágított alig egy hónappal a választások után arra, hogy a valódi, az egyetlen ellenzéki párt, a Mi Hazánk mozgalom, mondhatjuk tehát teljes erkölcsi és politikai felhatalmazással, hogy a valódi és az egyetlen ellenzék mi vagyunk.